Bomba igazolás a vezetőedzői posztra, 5 magyar válogatott kerettag és 5 új légiós szerződtetése. Ezek a legfontosabb hírek a szlovák jégkorong élvonal, a TIP Sportliga rajtjára készülő DVTK Jegesmedvék házatájáról. A minőségi előrelépés nem csak a csapatra, hanem a jégcsarnokra is vonatkozik, aminek köszönhetően a tervek szerint 500 nézővel többen szurkolhatnak majd a népkertben. Az egyik legkomolyabb változás az úgynevezett skyboxok bemutatásával kezdte a következő szezonra esedékes változások ismertetését a DVTK Jegesmedvék elnöke. Az Egri István irányított a csapat vezetése a Jegesmedvék otthona mellett komoly erőket összpontosít a csapat megerősítése érdekében is. Magyar klubcsapatnál még nem dolgozott olyan referenciákkal rendelkező edző, mint Glenn Hanlon, de Dusek, Somogyi, Szirányi, Kisdániel és Vince személyében 5 magyar válogatott kerettaggal is erősödött a DVTK Jegesmedvék kerete. Az említett névsor mellett 7 légiós szerepeltetésére nyílik lehetőség, ebből 5-en már aláírtak Miskolcra. Akkor még egy csatárt keresünk, és aztán a 7. légiós marad úgynevezett tartalékba, akkor, amikor már meglátja az edző a keretet, hogy hol kell esetleg még erősíteni. Úgyhogy mi ebből a szempontból készen állunk. Bő egy hét múlva kezdődik a csapatnak a felkészülése. Jégen már. Az új bajnokság a szlovák élvonal minél sikeresebb teljesítéséhez hozzájárulhat az is, ha az eddigieknél is többen még jobb hangulatot teremtve biztatják majd a medvéket. Ezt pedig a jégcsarnokban jelenleg is zajló felújítások segítik. Nekünk az igazi erőpróba majd a szeptember 16-a, amikor a első itthoni meccsel a Zsolnával indul a szezonunk, de addig igyekszünk mindent olyan állapotba hozni, hogy már a felkészülési meccsein, tehát azon a 2 felkészülési meccsen, ami itthon van, hogy azon is már a nézők élvezhessék ezeket az új fejlesztéseket. A 2 kapu mögött 2 új LED fal lesz, ami kijelzőként is működik majd, és mindkét kapu mögött állandó lelátó várja majd a szurkolókat. Az ultrák új helye a Vigadó felőli új lelátó lesz majd. De megújul a hangosítás, a wifi rendszer, az öltöző folyosók és új sajtóhely is épül. A jégkészítés a tervek szerint július 23-án vagy 24-én kezdődik, hiszen 30-án már a csapat is elkezdi a munkát.